VR szemüveg segítségével festékszórózza, ez a diák a monitoron látható autó ajtaját a HCT szakképzési centerben Tiszalökön. Ennél a sátornál pedig a forrasztással és egy kapcsolási rajz értelmezésével ismerkedik egy bátor jelentkező. A szakmai nyílt napot immár harmadik alkalommal szervezték meg, amelyen a duális képzés leendő hallgatói számára mutatták be egyebek mellett a legkorszerűbb autószerelési technológiákat, modern CNC forgácsoló eszközöket és a virtuális oktatási eszközöket. A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal együttműködő HCT Szakképzési Center évek óta igyekszik bővíteni a térség szakmai képzési palettáját, és ehhez a célkitűzéshez most már a helyi vállalkozók is csatlakoztak. Egy közös non-profit gazdasági társaság egységben gondolkoztunk, a jelenlegi elvárásoknak megfelelően létrehoztunk egy tiszalöki ágazati képzőközpontot, ahol több partnercégünket tudtuk ebbe bevonni, különböző szakmacsoportok és szakterületek igénybevételével, és magát Tiszalök város önkormányzatát, ahol is közösen karöltve tudjuk felépíteni a jövő generációjának az oktatási metodikáját. Gömze Sándor elmondta, a versenyképes szakemberek helyi képzése azért is fontos, mert enélkül a város hosszú távon nem tudná megtartani a fiatalokat. Abból a célból hoztuk ezt létre, hogy későbbiekben bővítve, meg a gondolatokat is még bővítve, lehetőséget kínáljunk a fiataloknak, akik ebbe az intézménybe fognak járni, tanulni, szakmát tanulni, hogy azokon a régi nevén szakmunkás gyakorlati foglalkozásokon, tehát a szakmai gyakorlaton olyan munkahelyekre mehessenek helyben, itt Tiszalökön, ahol a képzésüknek megfelelően valóban tartalmas gyakorlati munkát tudnak végezni. És ez lehet egy asztalos üzem, ez lehet egy építőipari vállalkozás, ez lehet önkormányzati intézmény, vagy ezen belül tovább fokozom, nekünk van egy kávézónk, amit üzemeltetünk, ahol mondjuk egy vendéglátós tanuló gyakorlati képzését letudhatja. Vinnai Győző beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon nem munkanélküliség, hanem munkaerőhiány van. A diákok, akik technikumba vagy szakképző iskolába jelentkeznek, szakmát választanak, tehát autószerelő lesz, heggesztő lesz, köműves lesz, ács lesz, stb. Már nem is mondom azt, hogy hiány szakma, hiszen minden szakma hiány. A magyar munkaerőpiac föl tudja szívni a szakképzett munkaerőt, és ezért azt mondtam az itt megjelenő diákoknak, hiszen majd szakmai nyílt napon vagyunk, pályaorientációs napon, hogy bátran választanak szakmát, hiszen akkor biztos állásuk lesz a végzés után, és nem csak, hogy biztos állásuk lesz, hanem biztos jövedelmük is lesz, hiszen január 1-től 260 ezer forint a garantált bérminimum, ahogy szoktuk mondani, a szakmunkás bér. Gurbán Népap Mária emlékeztette a fiatalokat, az ösztöndíj mellett számos egyéb támogatás igényelhető a továbbtanuláshoz, ideértve a hátrányos helyzetűek anyagi támogatását is. Mivel rengeteg a hiány szakma, a cégek folyamatosan várják a szakképzett munkaerőt. Én azt gondolom, hogy heggesztőt nagyon sok cég kerest, és nagyon sokan jelentkeznek ezt felnőtt képzés keretében is, de azt gondolom, hogy az autószerelő szakma, a villanyszerelő egy nagyon top szakma lett az elmúlt időszakban, szinte valamennyi cég, attól függetlenül, hogy milyen profilja van, keres ilyen szakembereket. A szakmai nyílt nap helyszíneinek bejárása után Benkó Zoltán ügyvezető azt mondta, a diákok egy olyan lehetőség előtt állnak, amellyel korunkban az ipar számára megfelelő munkavállalókká válhatnak bárhol az országban, sőt, egész Európában.